legyen. Jó. Egy évvel sok fogok az, aki illegális felületképzés megvégül. Maga szó, hogy felületképzés is nagyon érdekes, látszik, hogy ezen sokat gondolkodtak. Ilyen ezt a kívánk forrangozni lehet, hogy minden belfélje, matrica, kéta, hogy sem nem más is hogy a törvényem egy másik kivétel, gondolom minden jelenlévőt ez, minden jelenlévőnek ez könyvű, és mindenki írja fölhámozott. Mi szerint a törvény egyik alap kijelentése, hogy az okozott kártól független a büntetés. Most, hogy megnézzük, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy az kormány, törvényhozó, képviselők, azok, akiket megbíztuk azzal, hogy a munkamegosztás nevében gyakorolják a mi jogainkat, úgy gondolják, hogy van egy pár dolog a világon, ami kérdetlen veszélyes, rossz, elítélendő, annyira elítélendő, hogy még az is érdemes foglalkozni, hogy az illető mekkora kárt okozott, mert nem a kár a lényeg, hanem itt valami más van. És ez viszont a szerzőnek a legklasszikusabb esete, ez pont így működött az 50-es években, amikor absztrakt művészeket, szürrealizmus, később koncertművészeket, egyébként tiltottak. Tehát mondom, mindenki fölháborodott azon, hogy milyen alapon foglalkozik egy törvény művészeti kérdésekkel. És hangsúlyozom, ez nem arról van, hogy ne büntessék, vagy ne reagáljanak, ne üldözzék, vagy ne vonják felelősség azt, aki esetleg fétel, vagy matricázik, vagy mással, csak hogy itt másról van szó. Arról, hogy törvények határozzák meg, hogy mik azok a műfajok, amiket szeretnünk kell, és még azok, amiket nagyon nem kell szeretnünk, de inkább féljünk tőle, és a buta fiatalokat önszenzurálat tudunk kényszeríteni. Erről akartam beszélni, ez egy alaptéma, az önszenzúra, ez a világ legjobb dolga, a szenzúra ezen szerint, mint az önszenzúra. És azért is egy nagy élmény tenni, mert olyan alkotó bűnét látjuk, akik nem szenzúrázták önmagukat, és amelyről jövőben sem fogják. Ez olyan, mint hogyha a kulturális miniszter azt mondaná, hogy a videóinstalláció műfaj az nem támogatandó. Egyébként 3 hónap ezelőtt ezt mondtam. A street art egy nagyon tágforma. A street artban az nagyon sok minden belefér. Belefér többek között az utcaszínház, belefér a surveillance camera players, ez egy olyan csoport, több országban létezik, akik kifejezetten biztonsági kamerák előtt adnak elő akciókat, performanszokat, hogy azok a preparáteink, akiket a pénzkeresés arra kényszerít, hogy egész nap azt nézzük egy monitoron, hogy nem történik semmi, valahogy elszorakoztassák. A street art-ban nagyon sok minden másik beletartozik, többek között stencil, matrica és a graffiti. A graffiti ennek az egésznek a magja, és a street art kibontakozása és az ilyen alműfajoknak, mint a stencil és a matricának a konjunktúrája azonnak köszönhető, vagy tudható be, hogy a klasszikus graffiti nagyon sok új szereplő számára túl szigorúvá vált. Tehát pontosan az, hogy a graffitizés az nem az ott a sokkal több minden, mint ami a falakon megjelenik. A falakon szinte a jégre csúcs látható csak, és mindaz, ami mögöttem van, szinte nagyon fontos. És ez nyilván egy új generáció, mert egy picit sok volt, új sok kötöttség, és amúgy is nyitottak más műfajokra. És ez ennek az egyik példája az a kiállítás, mert itt most ugye matricákat láttam, tapétát, csinálnak matricát, nagy matricát, kreatívat, szabadat, átlagosat, vagy éppen szépen technikával, más technikával, mint itt egy stencil matricát.
something real. Mind it to the shit. Sees back and let it hit ya. Before the jeans stacks into the pictures, clearly I was.